Sziasztok, Pönkel vagyok. Korábbi videómban megnéztük, hogy mi az a hőhíd, mi a fogalma, mit jelent egyáltalán egy épületnél. Ebben a videóban azt nézzük meg, hogyan lehet ezeket a hőhidakat felderíteni. A legjobb módszer természetesen az, hogy az ember kihív egy hőkamerás céget, akik körbenézik a házat kívül belül, lefényképezik, készítenek róla egy jegyzőkönyvet, és ebben javaslatot is adnak a hőhidak megszüntetésére. Ennek sincs manapság már olyan borzasztó költsége, 15-20 ezer forintból megvan. A profi hőkamerák akkor látják rendesen a hőhidakat, hogyha kinti és a benti hőmérséklet 20 fokkal eltér egymástól. Magyarul a téli 3-4 hónapos időszak felel meg erre a hőkamerás vizsgálatra a legjobban. Ezek a profi hőkamerák 1,5-2 millió forintba kerülnek, tehát lakossági felhasználásra ilyen téren gazdaságtalanok. Ennél egy fokkal olcsóbb megoldás, illetve sok fokkal, ha az ember vesz egy mobiltelefonhoz csatlakoztatható, vagy mobiltelefonnal egybeépített hőkamerát. Nekem is van egy ilyenem, évek óta használom, diagnosztikára tökéletesen megfelel. A következő módszer az még fapadosabb, viszont jelentősen olcsóbb. Mire van tehát szükségünk ahhoz, hogy hőhidat keressünk egy épületben? Először is kell egy páraérzékelős hőmérő, ami megmutatja az aktuális páratartalmat, illetve a hőmérsékletet. Ez, amint látható, itt ebben a pincében 11,8 fok a hőmérséklet és 79%-os a páratartalom. Ehhez van egy táblázatunk, amit majd belinkelek. 79%-os páratartalom, tehát ezt az oszlopot kell nézni, illetve ki kell keresnünk hozzá a 12 fokot, ami 8,7 fok. Ez azt jelenti, hogy 8,7 foknál már pára kicsapódás, azaz penész lesz. Oké, de mivel tudjuk megnézni, hogy például ott a falsarok milyen hőmérsékletű? Egy ilyen pisztoly hőmérővel. Ez pár évvel ezelőtt még 15-18-20 ezer forint volt, most már ezt például 6 ezer forintért árulják a Lidl-be. Bekapcsolod. 8 tartod, és kiírja, hogy a felületi hőmérséklet 12,5 fok. Hogy miért nincs a pincében végig fekete penész a falon, a 80%-os páratartalom ellenére? Mert a levegő hőmérséklete 12 fokos, és ha a harmadpont táblázatban ezt megnézitek, az nem elég a pára kicsapódáshoz. A 80%-os páratartalomhoz, ahhoz, hogy a 12 fokos felületű saroknál pára kicsapódás legyen, 17 fokos belső hőmérséklet szükséges. Tehát ezek az adatok összefüggenek. Az épületben akkor találsz hőhidat, ha a relatív páratartalomhoz megnézed a levegő hőmérsékletét, és az ott lévő adat, az lesz a fal felülete, ha az alatt van a hőmérséklet, akkor az hőhíd, ott párakicsapódás valószínű. Én úgy gondolom, hogy egy használt háznál egy ilyen mérőműszernek létjogosultsága van. Most már ráadásul nem kerül pár ezer forintnál többe, érdemes beruházni rá. Ha eddig nem tettétek volna, csatlakozzatok hozzánk a Facebook csoportban, lájkoljátok az oldalamat, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Sziasztok!